Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép délutánon, nem lök hazért a munkába, képzeld el, megzonyoztam, megávédeltünk, és jelenleg készülődünk, indulunk, ma viszem magammal a szemüveget, ezt a videós szemüveget, és mostában, amikor megyek, mindig itthon felejtem valami oknál fogva, és a Davis-t tartani, vagy sétálni vele, mindig az én kezemet akar ugye fogni, és egyik kezembe a Davis, másikba a kamera, meg filmezni nagyon nehéz, ezért erre jó ugye ez a szemüveg. Csak bekapcsolom, és tudom filmezni, meg beszélni, meg mutatni dolgokat nektek. De még mielőtt elindulunk, a Davis azt hiszem, hogy ebéd utáni ebédet eszik. Mi van a kezedben? Látod, ilyen csirkés rúd. Amúgy ez volt az én ebédem. Én ezt nagyon szeretem. Ilyen pici kis rudak és csirké... Ja, számítógépet lekapcsoltam. Nem nézzünk rajta semmit. És az előbb néztünk volna egy videót. Ja, de most nem, majd később. Jelenleg készülődünk. Az idő! Látod? Szép az idő. Kivéve, hogy jönnek ezek a csúnya felhők, ami abból nem jó, hogy holnap akartuk elkezdeni a valami ötnek a legelső részét filmezni a Lukasszel, és holnapra esőt mondta, képzeld el, már ma délutántól, úgyhogy ha megrad az eső, akkor át kell tenni, jövő héten nem tudjuk, mert jövő héten szombaton karácsony van, képzeld el, bár mindenki tudja, jövő héten ugye karácsony van. Ez az év, én szerintem nagyon gyorsan elment. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Szerintem rettentő gyorsan elment az év. Emlékszek rá, hogy... Ja, na gyere! Emlékszek rá, hogy nem régen volt a Davisnek az első karácsonya, most meg már a második lesz neki. Te! Amúgy nem mással fogunk elmenni, mint az Anakondával valószínű. Az Anakonda az nem egy ilyen kigyors volt, hanem ez egy ilyen camping volt, ugyanis valami öthöz keresek valami nem is kempinges dolgot, de csak ott lehet kapni ilyen campingboltba. Hogy miért? Majd meglátjátok, hogy miért. De nem kempingezni megyünk, tehát nem megyünk kempingezni, de meg akarok nézni egy pár ilyen kempinges dolgot. Majd meglátjátok. Én nem árulhatom el, de majd meglátjátok. Oda néz, ledobta. Úgyhogy ezt most elrakjuk, ezt eltakarítjuk, elkészülődünk. Még nem megyünk. Hova mész? Oda, mi van ott? Ja. Hát eléri a klincset, most az a vagy, eléri a klincset, simán kinyitja az ajtót, és ott bent is most mindent zárnunk kell. Most csak játszik vele amúgy. Szeret kiben nyitogatni. Egyetlen egy a szerencse, hogy a Lucas ajtóját, itt a Lucas ajtója, azt a klincset nem éri el, ugyanis egy nagyon picivel feljebb tették, és nem tudja kinyitani. Egészen körülbelül még egy hónapig vagy kettő, ugye meg fog nőni, és simán ki fogja nyitani. Mit mondasz? Mit? Itt vagyunk. Amúgy képzeld el a filmbe! Jaj! Egy órát, egy nagyon picivel több mint egy órát már sikerült megszerkesztenem. Tehát még nincsen beállítva a hang, ugye be kell állítani a hangot, a zenét, meg kell színezni egy kicsit, hogy szebbek legyenek a színek, de legalább szerkesztve megvan. Tehát még azt mondom, hogy egy pár nap, egy hét is talán el tudok készülni a filmmel. Utána fel kell töltenem, el kell fogadtatni ugye a YouTube-bal, hogy ugye copyright miatt, meg minden miatt. Hogy ugye nehogy levegyék, hogy ez az én filmem, és nem úgy loptam az internetről, és ugye felraktam, megosztottam. Amint ez elrendeződött, meg fogom tudni veletek osztani. Én nagyon remélem, hogy szilveszter előtt lesz még, karácsony után és szilveszter között, ugye ahogy ígértem nektek, hogy ha nem, akkor január első hetében. Hova ültél? Látod, a székre is mindenhova felmászik felül. Mi van a táskádban? Egy krém. Mi ez a krém? Ez miért van itt? Ez ilyen segkrém, baba segkrém. Vigyázzál, te nyuszi! Üljél le szépen! Még mielőtt elmegyünk és ellenfelejtem, akarok valamit nektek gyorsan mondani. Ugye az elmúlt egy hétben, másfél hétben nem sok kommentre válaszoltam, és nem sok időm volt, mert amikor van időm, semmi más nem csinálok, mint szerkesztek. Legalábbis amikor elmegy ugye a Davis aludni, elmegy a feleségem aludni, vagy éppen más csinálnak, és van egy kis picike kis időm. Szerkesztéssel töltöm ugye az időmet, hogy minél be tudjam fejezni a filmet. És sok időm nincs kommentekre válaszolni, egy-kettőre itt-ott, de általában több kommentre válaszolok, de a héten nem sok időm volt. De amint befejeztem a szerkesztést, meg lesz időm, megint fogok majdnem minden kommentre ugye válaszolni. Általában szeretek majdnem mindenkinek válaszolni, ugye, akinek tudok, de tényleg az elmúlt egy-két hétben azért nem válaszoltam, szinte majdnem hogy senkinek. E-mailre se válaszoltam, még azt is meg fogom tenni. Ha? Na gyere! Én azt hiszem készen vagyunk, úgyhogy elindulunk! Na, nem jön le a fejemre. Mi a helyzet, nyuszi? Nézd, mit raktak le, ilyen szőnyeget ide a liftbe, látod? Ja? Ja? Jó, mi? Várjál, megjöttem, vigyázz az ujjadra. Várjál. De, vigyázz az ujjadra. Na, most mehetsz. Oda néz, hogy fúj a szél. De, hova rohanunk? Hova? Várjál, nyitjuk az ajtót.
hazafelé sikerült itt megállni munkába, képzeld el, tegnap este ott kint kellett parkolnom, ahogy mondtam, ott a kapu mögött, és sehol nem volt hely. Gyere, ez a mi autónk. Erre megyünk. Gyere, gyere, gyere. Várjál, várjál, takarom itt rajta az ülésen. Menjél. Oda, egyenesen bele az ülésedbe, rendben van? Nem előre, egyenesen bele az ülésbe. Amúgy nincs olyan túl meleg, olyan túl ideg, ami 33 fokot mutatott az autó, amikor jöttem hazafelé, de nincs az az izzadós idő, ami nem is olyan túl rossz. Megérkeztünk! Hoppá, bukkanó, figyeled! Itt meg mit csináltak? Nézd, bezárták ezt a valamit ide, hogy miért? Na már itt el kell menni jobbra, és ott lesz bal oldalt itt kint a sarkon, és sok ilyen kemping cuccot árulnak itt, ahogy hajókat, percabotokat, sátrakat, mindenféle fajta, na már ide beállunk, minden Mercedes mellé, látod? Mindenféle fajta ilyen jó dolgot, mármint jó dolgot, hogyha akarsz menni kempingezni, vagy valami olyan dolog kell, hogy, na minden, ma meglátjátok. Készen vagy? Megyünk? Mi? Na gyere! Kiszállunk! Hoppá! Na gyere ide! Hoppá! Látod? Itt tudok filmezni, tudlak téged tartani. Ja, oda bemegyünk, oda be. Bezárjuk az ajtót. Nézd, látod, van itt minden kajak, bicikli, úszorúha, mi ez? Sátor, vagy mi ez? Még a kolbász is van, látod? Na, gyere! Na, az elejét megnéztük, ami van itt nem sokféle fajta ilyen kempinges ruha. Így elmegyünk hátra, nézd, mekkora kajak, te! Megnézzük, jó? Azt a... Nézd, 629 dollár. 270 dollárral le van árazva ez a felső. Aztán 1039 ez az alsó. Na várjál! Ott! Itt is van, onnan nézd, ez már profit. 2000 dollár, látod? 1500. Te, ez ilyen pedálos. Ja, látod, ilyen pedálos. Ide lehet pedálozni. Ja, oda berakod a pecabotodat. És horgászhatsz, látod? Hm. Ja, oda meg be lehet pakolni az elejébe, látod? Mindenféle fajta dolgot. Na mindegy, még nem ezért jöttünk, nem ezt akarjuk megnézni. Oda néz, látod mennyi pecabot? De, nehogy megfogd. Még ezzel nincsen semmi, mert különbözően, de van ilyen jó hosszú is. Ott vannak a biciklik, mondja, oda is elmegyünk, csak először itt megnézzük ezt a hátsó részt. Oda néz, ott van szemüveg meg pipa. Lehet menni buvárkodni, látod? Úszótalp. 35 dollár. Ma minden le van árazva. 30 dollár az a felső, ja? Oda néz, ilyen hosszú. Na, sátor, oda néz, ilyen nagy sátor. Ja, az olyan, mint egy ház, csak ez nem ház, hanem sátor, Davis. Oda nem menjél be. Nincs itt benne semmi. Ja, gyere, megyünk erre. Ez olyan, mint a tiéd, csak egy nagyon nagy baj, ja? Látod? Hoppá! Azt a... Onnan nézd ezt a másik sátrat, milyen nagy. Fél ára le van árazva, látod? 300 dollárot ez a kék sátor. Oda nem megyünk be. Aztán van itt egy zöldbe is. Hoppá! Ez micsoda? Ez ilyen zuhanyzó WC, látod? Te? Oda nézni, milyen bicikli, látod, Nyuszi? Milyen nagy a kereke, látod a gumiát? Oda néz, jó vastag, lehet nem benni a homokba. És te oda hátra az utánfutóba beleülhetsz, mi? Ja. Mennyibe kerül? 879 dollár. Látod? Jól néz ki. Az utánfutó az külön van, már ez 400 dollár. De pont beleférni a te. És tudnánk menni mindenfelé. De egy van gyerekbiciklibe is, oda néz. 524 dollár. Mit szólsz hozzá? Ja, de erre nem ülhetsz még rá, ez nem neked való. Majd egy pár év múlva, jó? Mekkora ilyen terepjárós biciklite. Mehetünk! Nem kaptunk semmi olyat, amit kerestem, úgyhogy most el kell menni máshova. Várjál, bezárjuk az ajtó. Ú, de messze van az ajtó. Elmászunk érte. Ugyanis néha olyan ötleteim vannak, hogy olyan dolgokat keresek, amit nehéz találni, de előbb-utóbb mindig találok
hogy mit, ahogy mondtam, hogy meglátjátok, semmi nem akarok róla elárulni, de itt nem volt. Legalábbis volt, de nem olyan, amilyet én keresek. Na minden, ugyan, övezem magamat, aztán megyünk azt hiszem, hogy máshol. Bár ezt a részt nem most filmezzük le, még körülbelül ugye karácsony lesz, most utána úgy érted, még van két hetünk, hogy találjak ilyen valamit. Na várjál, indulunk. Amúgy az autótól mit mond? Azt mondja, hogy 33 fok van, látod? 33 fok. És merre megyünk? Egyenesen, aztán nem is tudom hova megyünk. Na várjál, mindjárt megkérdezem a feleségemet, hogy hova megyünk. Nehogy kitalassál, mert neked megyek. Nézd, szerencsére megállt. Mindenki jön, megy. Kifordulunk. Mi az a nyuzi? Mit? Mit mutatsz? Ja, megjöttünk ide a bevásárlóba, a másodba. Hoppá, várjál, bezárjuk az ajtót. Tudod, mi történt az autóval? Nem most, az éjszaka. Nézd, lekakilta a madár. Látod, fehér. Fehér kaki, egy-két helyen itt is, ott is. Telepostuk meg, meg még itt is. Úgyhogy most hazamegyünk, aztán meg kell takarítani megint. Na várjál, hol vagyok? Majdnem ráléptem a feleségemre itt, meg olyan pici nem láttuk, mi? Jó, oda bemegyünk egyenesen. Oda a piroshoz, rendben van? Aztán körbe nézünk, oda nézd. Látod ezt a holdent? Nekem ez nagyon tetszik. Ilyet, ez mondjuk ez a V8-as, de a V6-osban néztük ezeket, ez a fekete. Na mindegy. Nincsen, hol a camping rész? Roller. Ez micsoda? Ez nem camping, ja ball, ja labda, látod? Labda, hoppá, ilyen kilukat labda. Oh, ilyen kis picikek is silakab, látod? Neked való, de ezt fel kell pumpálni, de nem visszük haza. Na, hogy megnyaljad, oda letesszük, megyünk tovább. Megyünk. Ú, mennyi labda, te. Davis nagyon szereti a labdákat. Mit csinálsz, Nyuszi? Nem viszik el azt a labdát. Az is le van eresztve. Jó, úgy dobja, de. Kosárlabda, mindenféle labda. Nyuszi, hoppá! Nem kiaválunk, te! Nézd, látod, folyik a víz. Ja, ott a lépcsőn folyik le a víz. Aha, de abban nem lehet fürödni vagy úszni. Ja. Ez ilyen szökőkét, látod? Szökik a víz. Amúgy ide le lehet ülni. Nem, te nem mész most sehova, ugyanis körbe rohangálsz minden felé. Jó? Oda átmegyünk a túloldalra. Gyere, itt átmegyünk azon a hídon, jó? Ott az a híd. Nézd, látod, vannak ilyen pudli kutyákat ide, vagy milyen kutyákat, látod? Amúgy az este szépen ki van világítva. Oda átmegyünk a hídon, és lekukkolunk, hogy mi van benne, jó? Ja. Látod, ide le lehet ülni, ott lehet enni, inni, meg lehet nézegetni minket, hogy itt megyünk át. Látod, azok az emberek ott minket nézhetnek. Onnan átmegyünk a túloldalra, mi ezt a részét mindig nem fejezték be teljesen. Már jó részét befejezték? Ne, befejezték. Látod, a munkai nem volt itt az a fele ott. Most úgy nézem, hogy kinyitották azt is. Vannak azok a nem tudom mi, nem étterem. Kávéből, hogy micsoda az? Lehet inni, enni. Nézd, milyen ventilátorok vannak ott. Látod azokat a ventilátorokat, hogy pörögnek össze-vissza mindenfelé? Érdekes, mi? Nekem amit mi tetszik? Ez a nagy fodrab ott középen. Az a vastag, az a nagyon érdekes ez, hogy hogy tudták így nem megcsinálni, hogy nőtt így? Én nem tudom, látod, ilyen nagy az alja. Érdekes, nekem tetszik. Úgyhogy itt most bemegyünk. Ja, és hogyha arra elmegyünk egyenesen, itt is van víz, akkor kérjünk oda a főútra. Na, de most nem megyünk vissza, bemegyünk oda belőle. Rendben van? Nyuszi, te, ez lány motor, látod? Ilyen elektromos motor, de ez nem neked van, nem lányoknak. Le lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, azok nem csinálnak semmit. Ez előre megy, hátra megy, de le van merülve. Oh. Gyere vissza! Nem lehet leszedni a Davis-t erről a motorról. Oda néz. Na gyere, menjünk! És azt nem értem, hogy ez miért lányos motor. Hol vannak a fiús motorok? Ott a trolldalt is van egy motor, de az is lányos. Látod, rózsaszín? Egy fiú motor nincs kitéve. Látod, ez is ilyen. Milyen motor? Lányos motor. Rózsaszín. Oda nem tudsz felmenni, te. Na, kimotoroztad magad, akkor most már tényleg megyünk. Ja, az nem, az másik bicikli, az nagyobb gyerekeknek való, nem neked. Ez neked való. Ja, tudod mi az? Karácsonyfal dekoráció, ilyen gömbök. Ja, látod, egy zöld és egy kék. Gurulnak körbe-körbe. Fel kell őket rakni a karácsonyfára. Na!
megálltunk egyet, uzsonnázik a Davis, kap nem tudom mit, tuntét vagy csirkét, itt vagy kapnál a csirkét, látod? És a sorba állunk. Aztán én meg iszok egy ilyen jeges kársát, vagy kókársát, vagy jégkársát, vagy minek mondják? Ilyen Mountain Dew-t iszok valószínűleg, vagy Pepsi-t, vagy Pirelli. A feleségem éppen kér. Ugye nézzük ezt a szép nagy táblát. Hm? Mi ez? Ez a KFC bácsi, látod? Hova ülünk le amúgy? Ide? Nem hoztuk el a babakocsit, úgyhogy bajba leszünk. Valószínűleg a zölembe kell, hogy üljél rendben, van nyúlsz, hogy belősz a zölembe, aztán onnét eszel, jó? No, you're gonna have this. Először eszünk, és utána rendben van, leülünk valahova, oda néz. Oda, bele a székbe. Eszel, és majd utána kipróbálhatod ezt. Jó? Csak nagy agyfogyás legyen, mint útkor. Jó? Ova, ide ülünk, jó? Ide lecsücsenünk erre a székre. Végeztünk, megyünk kifelé. Csak várjál, meg kell állni, oda kell neki adni a jegyet. Melyik irányba? Ebbe az irányba. Menjél bele. Látod, nem kell fizetni, mert 3 óra alatt vagyunk. Ott van amúgy, látod? Ott van Broad Beach Surfers. Úgyhogy átmegyünk itt ezen a hídon, ami ott volt mögöttünk a bevásárló. Ott néztünk ki ott az ablakon. És itt elmegyünk balra, átmegyünk Surfers-en valószínűleg, aztán elmegyünk a Slime-hez, megnézzük a Lucas-t, meg persze a Slime-et. Aztán megyünk hazafelé. Jön valaki, nem jön senki. Úgyhogy fordulunk. Nézd oda, ott az új kaszinó, mert mindig építik ott szemben, látod? Ott a régi kaszinó, ott előtte az új kaszinó, az a kék az alja, be van fedve. Nem tudom milyen magas lesz, de úgy néz ki, hogy elég magas lesz. Na miért nem megyünk? 60-nal. Kikerüljük a turistát. Egy zöld a lámpa, és úgy döcög előttünk. Hozzáérkeztünk, közben bentük a szüleimhez, megnéztük egyet a Lucas-t is. Ugye a Lucas most ott alszik a szüleimnél, hétfőig, mert nyári szünet van. Mit csinálsz? Teszed vissza, nyuszi! Nem pakolunk. Oda, becsokjuk, bezárjuk. Mindenhol pakol, most lesz is le kell zárnom, valószínűleg ne tudjam vele kivenni semmit, és ott tartom. Ne legyél mérges, a memóriakártyákat, az akkumulátorokat, a kábeleket, ugye minden fontos dolgot a filmezéshez, és ott is matad. Amúgy nézem az időt, én nem tudom, talán nem fog holnap esni, látod? Mint a felősödne, de mégse. Délutára mondott záporokat, de még nem volt zápor. Na várjál, melyek a Davis után, úgyis a feleségem bement zuhanyozni, és a Davis bemegy hozzá, és nem az a baj, hogy bemegy hozzá, hanem tiszta, na hol vagyok, sötét van. Ugye tiszta víz ott a zuhany előtt, mert az a víz néha egy kicsit kijön, és belelép a Davis az oknyával, tiszta víz lesz az oknya. Na várjál, bement. Gyere, kimegyünk, nem vagyunk a zuhanyba, mármint a fürdőbe, úre sötétek lettünk. Kimegyünk, próbálom nem úgy tartani a kamerát, hát ha beláttok a zuhanyba. Na, mit akartam mondani? Nem kaptam amúgy olyan dolgot, amit kerestem a valami 5-hoz, oda menjél le. És amit kérdeztél, én néztem a kommenteket, válaszoltam most egy pár kommentre nektek, ja? Kérdezte valaki, hogy mikor megyünk a tengerpartra. Ülje le! Megyünk majd a tengerpartra, hogy mikor, azt nem tudom. Amikor lesz időnk, bár holnap lehet, hogy megyünk a tengerpartra, de azt mondjuk, hogy valami jöttben mutatjuk, ugye? A filmben úgy mentünk a tengerpartra, ennyit elárulhatok, bár szerintem biztos, hogy tudtátok, mert láttátok belőle részeket. Ja! Amúgy lesz egy pár kivágott része a filmbe, ugyanis túl hosszú lenne a film, hogyha mindent beletennék, komolyan mondom. És egy pár kivágott rész lesz a filmnek a végén, amit meg tudtok nézni. Hova rohanunk? Hova rohanunk? Gyere vissza! Mit akarsz? Menjek veled? Na, gyere, add a kezedet! Gyere, hova megyünk? Hova vissza? Megy a 101 kiskutya amúgy a tévébe. Látod? Ez a film változat. Annak idején a rajzfilm változatot, én annyira szerettem az öcsémmel, annyiszor megnéztük. Ez a filmváltozat, ez se olyan rossz, de nekem a rajzfilm alak idején jobban tetszett. Mi? Hova megyünk megint? Oda nem, megint megyünk zvanyozni. Mit csinálsz? Te! Ujjajjaj! Úgyhogy ezt a mondjuk, azt mondom, hogy lassan itt befejezzük, rendben van? Mit csinálsz? Mi? Mit csinálsz? És el fog menni most a Davis, és meg fog vacsorázni, aztán ugye fürdeni. És utána elmegy aludni, legalábbis nagyon reméljük, ugyanis nem sokat aludt délután, azt mondta a feleségem egy ilyen, egy picit több mint egy órát, hova rohansz? És ilyenkor ugye kifáradt délután. Amúgy egész délután a szemüveggel filmeztem, én nagyon remélem, hogy jó, mindent felvettem, amit akartam, és a hang is jó, ugyanis a szemüveggel ugye nem láttam, hogy mit filmezek, meg mi nincs meg, meg mi van meg, mit nyomogatsz ott? Hova mászol? Fel az ágyra.
Aztán, amit akartam mondani, ugye karácsonyi videó, minden évben szólt lenni karácsonyi videó, ebben az évben is volt, hogy lesz karácsonyi videó, hogy karácsonykor mennyit tudok filmezni, ugye sose tudom előre, de valamelyik, mert ugye többen kérdezték, lesz-e majd karácsonyi videó, de lesz karácsonyi videó, de lehet, hogy egy kicsit rövidebb lesz ugye az a videó, mert megyünk a szüleimhez, általában szoktuk tölteni a karácsonyt, ugye oda megyünk vacsorára, legalábbis a szentestét és karácsonyra ők jönnek át ebédre, de... Itt-ott azért majd fogok ugye valamit filmezni, mert közben filmezek ugye persze családi videót is ugye saját magunknak, de amit tudok, azt ugye majd filmezem. Figyeled, ott megy valaki a hajóval, látod ott? Ez ilyen nem rossz hajó, de ez ilyen fura hajó. Nem olyan hajó formája van, de na mindegy, azért elfogadnám. Mi csinálsz? Elaludtunk? Mi? Elaludtunk? Nyuszi, nyuszi, nyuszi! Bohozkodunk? Vigyázzál magadra, te! Hova? Mászol össze-vissza, mint a fene. Úgyhogy, ezt a mai videót itt most befejezem. Te. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. És mindenkinek előre is boldog karácsonyt, ugye többen írtátok nekem, hogy boldog karácsonyt kívántok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, majd én is fogok boldog karácsonyt kívánni így egy videón keresztül, de még nincsen karácsony, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, én is mindenkinek előre is boldog karácsonyt kívánok, hogyha addig ugye lehet, hogy valaki nem fogja nézni karácsonyi videót, tehát ha nem nézed a karácsonyi videót, akkor most neked mindenkinek, ha nézed, akkor is boldog karácsonyt előre szeretnék ugye mindenkinek kívánni, és remélem, hogy jól fog telni nektek is a karácsonyotok. És ahogy mondtam, a filmet lehet, hogy még karácsonyra is meg fogom tudni osztani, hogyha minden jól megy. Hogyha összeszedem magamat ma este, meg holnap este, még talán be is fogom tudni fejezni. Ma meglátjuk. Na mindegy, itt most befejezem. Sziasztok!